Üdvözlök mindenkit. Ezóta a Karinti Frigyes a cirkusz című novelláját fogjuk elemezni röviden. A csatornán több olyan videó is van, ami érdekes lehet számodra és a témához kapcsolódik. Ha kilencedikes vagy, és most a bevezetés, az a bevezetés az irodalomba című lecke kapcsán találkozol ezzel a videóval, akkor javaslom, hogy nézd meg az így elemez regényt Novellát című videót. Lehet, hogy az a cím, hogy így elemez novellát regényt, mert nem emlékszem, az enyém, hogy van egy rövid videó fiatalabb korosztály számára. Az epikus művek elemzéséről. Ha pedig érettségére készülsz, esetleg egy Karinti tétel kidolgozása kapcsán jutottál ehhez a videóhoz, akkor mindenképp javaslom megtekintésre a Novella elemzés 101 című videót, illetve Karinti életművéről, illetve az Iggyi is találsz egy anyagot a csatornán. Na de vágjunk is bele. A továbbiakban azokat az elemzési szempontokat fogom alkalmazni a gyakorlatban, amelyekre utaltam az imént említett videó kapcsán. Tehát Karinti Frigyes a cirkusz című novellája. De epikus műveknél az első és az egyik leglényegesebb elemzési szempont az, hogy mi a sztori, mi a történet, mi a cselekmény, Na most elolvastátok ezt a novellát, akkor láthatjátok, hogy egy álomnak a leírásáról van szó. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy a cselekményét nem fogom elmondani a novellának, tehát hogy ez azoknak hasznos, akik már elolvasták ezt az egyébként nagyon nem hosszú, valami három-négy oldalnyi szöveget. Tehát akkor tudsz profitálni a továbbiakból, ha már olvastad a novellát egyszer-kétszer, és tisztában vagy a cselekményével zárójel bezárva. <kül> Tehát a történet egy álomnak a leírása. Az álom az gyakori téma az irodalomban, majd még erről egy picit később lesz szó, mégpedig azért, mert nagyon nagy szabadságot ad. Ugye az álomban bármi megtörténhet, és bármilyen érdekes vagy áttételes mondani valót is át lehet adni az álom, egy álom cselekményén keresztül. A történetnek a főszereplője maga a narrátor, akinek az elbeszéléséből megismerhetjük a történetet. Ugye ez gyakori, sőt tulajdonképpen alapvető, hogy ha egy karinti novellát olvasunk, és egyes első személyű elbeszélőt látunk benne, akkor őt automatikusan karinti frigyessel azonosítjuk. Azért én mindig felhívnám a figyelmet, hogy soha nem tehető egyenlőségjel az életrajzi karinti frigyes, és az ő műveiben megszólaló narrátorok között, még akkor sem, hogyha nagyon-nagyon sok önéletrajzi elemet nagyon sok önéletrajzi elemet találunk a karinti művekben. Tehát itt, itt, is igaz, hogy a narrátor az elbeszélő, de ne húzzunk egyenlősségjelet karinti frigyes és a narrátor közé. Látszik a történetben, hogy, hogy nem, egy, nem, a hagyományos logika szervezi a cselekményét, hanem mivel egy álomról, álomról van szó, irracionális, fura, téridő viszonyokat látunk, tehát uh, tulajdonképpen a hétköznapi logikával közelítve a történetet, nem sokra jutunk, hanem az álom logikája érvényesül, és itt érdemes még a sztori kap, majd, erről is lesz még szó később. Az álomról annyit érdemes tudni, hogy ez egy nagyon régi toposz az irodalomban és úgy általában a művészetben. A toposz az azt jelenti, így szokták röviden fordítani, vagy igen, definiálni, hogy irodalmi közhely, de itt a közhelyet semmiképpen ne negatív értelemben értsétek, tehát nem egy ilyen unásig ismert dolog ez esetben a, a közhely, hanem egyszerűen egy olyan motívum, amit nagyon sokszor használtak már az elmúlt évezredek során a művészetben, és így az irodalomban is, és ezért um, nagyon sok jelentés rétege van, de ezek közül vannak visszatérő jelentéselemek is. Az álom esetében például az álom az mindig egy kicsit a halállal állítható párhuzamba hogy amikor este lefekszünk és elalszunk, akkor ugye kikapcsol a tudatunk, tulajdonképpen megszűnik a számunkra a körülöttünk lévő világ, tehát ez olyan, mint egy pici halál. Az ébredés az pedig olyan, mint egy pici születés. Tehát ez az egyik ilyen jelentés, jelentés ami, a, ami az álom toposzához tapad. A másik pedig az, hogy, hogy az álom az mindig egyfajta betekintést nyújt más világokba. A hétköznapi világ, a hétköznapi világ törvényei fölött álló, kicsit misztikusabb világokba segít, nyújt betekintést az álom, illetve a, a 20. századi pszichoanalízis és Sigmund Freud számára pedig az álom az nem más, mint a tudatalattinak valamiféle leképeződése. Tehát majd később fogunk még tanulni sokat a pszichoanalízisről a későbbi években, most elég annyit tudni, hogy hogy a méllélektan, a pszichoanalízis számára az álom az az a tér, ahol az ember a személyiségének azokhoz a részeihez is hozzáférhet, amikhez a hétköznapokban nem. Például, mert elfogyja őket, vagy a társadalom kedvéért elnyomja az énjének egyes részeit. Na ebben nem menjünk bele bővebben. Az enyém, hogy az álom az egy nagyon sok jelentés réteggel bíró, nagyon régi, a művészetben. Nézzük meg, hogy milyen a történetmondás maga. Azt már mondtuk, hogy egy én elbeszéléssel van dolgunk, tehát a főszereplő az, aki elmondja a történetet. Van egy nagyon rövid, egybekezdéses, kvázi önéletrajzi bevezetés a novella elején, ahol a, ahol a narrátor arról beszél, hogy ő nagyon világ életében nagyon vágyott a cirkuszba, de soha nem vitték el, és nagyon vágyott egy hegedűre is, amit viszont megkapott. Tehát van egy ilyen pici önéletrajzi bevezetés, és utána pedig következik magának az álomnak a leírása. És ahogyan arra már utaltam, az álomban nem érvényesek a hétköznapi logika szabályai, és ha megnézitek ezt a történetet, akkor elsőre nagyon fura dolgok történnek, tehát eleve hatalmas, annak ellenére, hogy egy cirkuszi sátorba megy be a narrátor, hatalmas terekben mozog, akkor nagyon furcsa dolgok történnek, például valaki fölvágja a melkasát, kiszedi a zsigereit, majd leül, és összevágja. Tehát egy csomó olyan dolog történik, ami a hétköznapi logikával nem magyarázható. És az a lényeg, hogy hogy itt a történetet, ez nem, nem, nem is hétköznapi logikával kell megközelíteni ezt a, ezt a történetet, hanem a, a történetmondás. Az a szimbólumok logikáján keresztül működik. Tehát nem a hétköznapi logika szabályai szerint meséli el a történetet, ez a narrátor, hanem szimbolikus logika. Szerint szimbólumokon keresztül fejti ki a mondani valóját. És hogyha megnézzük, hogy milyen szimbólumok kerülnek elő ebben a novellában, akkor bizonyára nagyon sok minden értelmet nyer. Természetesen teljesen valid értelmezés a novellának az, hogy ez egy álomnak a leírása, amiben semmi logika nincs, és nem is kell ebbe semmit belemagyarázni, hiszen az álmok azok általában nagyon furák. Így is lehet értemezni ezt a novellát, de hogyha picit mélyére nézünk ezeknek a szimbólumoknak, akkor, akkor azért még több jelentés réteget is fölfejthetünk ebben a rövid történetben. Tehát most a továbbiakban azt fogjuk, egy-két szimbólumot emelek ki ebből a novellából, és ezekről fogok röviden beszélni. Na az egyik ilyen szintén nagyon-nagyon régi szimbólum, ha úgy tetszik szintén ez is egy toposz, az a labirintus. A labirintus az egy jókori eredetű elem, ugye a labirintus egy ilyen, egy egy olyan hely, ahonnan nehéz, nehéz kijutni, most héten nem is tudok, útvesztő, igen, ezt a szót kerestem, hogy a labirintus egy olyan útvesztő, ahol, ahol nagyon könnyű eltévedni, és legtöbbször csak egy út van, ami kivezet ebből az útvesztőből, és nagyon sok minden kell ahhoz, például szerencse is, hogy hogy ezt az utat megtalálja az ember, vagy pedig ugye olyan elmészség, mint Ariadné fonala, amikor az ember, az eszét használva boldogul a labirintusban, de erről is majd később lesz szó. Na de az a lényeg, hogy a labirintus az nagyon sokszor kerül elő a művészetben az élet szimbólumaként. Hiszen ha belegondoltak, az élet is olyan, mint egy labirintus, hogy elindulsz az elején, megszületsz, kiössz a végén, meghalsz. De hogy a kettő között mi történik, az, az nagyon sokszor előre kiszámíthatatlan, nagyon sokszor elindulsz egy irányba, és aztán egészen máshol lyukadsz ki. Nagyon sokszor azt hiszed, hogy az életben a jó irányba mégy, aztán mégis azon veszed észre magad, hogy körbe-körbe jársz, vagy mégsem az a jó irány. Tehát a labirintus nagyon alkalmas arra, hogy az emberi életnek a szimbóluma legyen. És egyébként, nem tudom, gondolom, ti is már olyat, hogy, hogy elindultok valahova, benyittok egy ajtón, és aztán egészen máshova jutok. Tehát a, az álomban, az emberi álmokban is nagyon sokszor előkerül, ha nem is szó szerint a labirintus, de nagyon gyakori motivum az álmokban, hogy, hogy elindulunk valahova, nem jutunk oda, rossz ajtón megyünk be, nem tudjuk melyik ajtón kell bemenni. Tehát az, hogy az ember ismeretlen helyeken bolyong, az a, az a valódi álmokban is nagyon sokszor. Előkerül. És nyilván akik értenek az emberi tudat működéséhez, azok nagyon jól meg is tudják uh, magyarázni, vagy nagyon jól tudják elemezni ezeket az álombeli képeket. Mert ugye az az érdekes, a szimbolikus logikán, hogy nagyon furcsa, de működik. Tehát, hogy, hogy vannak dolgok, vannak az emberi léleknek olyan területei, amit hétköznapi racionális logikával nem tudunk megközelíteni, de szimbólumokon így például az álmainkon keresztül, igen. De ez megint csak egy kis kitérő volt. Tehát a labirintus, mint az életnek a szimbóluma, az szintén egy nagyon régi toposz. Aztán szintén az európai kultúrában a cirkusz is egy nagyon gyakran előkerülő motivum, mégpedig a, a cirkusznak ez a fura ellentmondásossága. Nem tudom, ti hogy vagytok a cirkusztal, én kifejezetten nem szeretem a cirkuszt, engem mindig sokkal inkább nyomaszt, mint amennyire szórakoztat, hiszen a, a cirkusznak alapvető célja a szórakoztatás és általában nagyon szórakoztatóak is azok a dolgok, amik a cirkuszban történnek, de ennek nagyon, nagyon nagy ára van. Tehát többnyire valami nagyon veszélyes dolgot látunk, vagy, vagy valakivel valamilyen, például a bohócokkal, mert minél előkerül a bohóc, is valamilyen megalázó dolog történik. Ugye manapság már az állatok használatát is egyre inkább kritikai övezi, és egyre több az olyan ország, ahol ki is vannak tiltva az állatok a cirkuszból, hiszen az tulajdonképpen nettó állatkínzás. Szóval a cirkusz az egy ilyen furcsa hely, és mint egy ilyen furcsa ellentmondásos hely, ahol a csillogásnak, a szórakoztatásnak, a, a fénynek, a sónak, és az emögött álló sokszor a szenvedésnek a furcsa elegye van, így nagyon jól szimbolizálja a művészi létet. Az, az, hogy milyen a művészek élete. Hogy abban is nagyon sokszor ott van, ott van a, a népszerűség, a csillogás, akár a gazdagság is, de hogy ennek milyen ára van. És gondolom sokan láttátok az egybogár élete című rajzfilmet, ez lehet, hogy elsőre fura párhuzamnak tűnik, de bizonyára nagyon jól megragadja a cirkusznak az ellentmondásosságát, ugye a, a bolhának, illetve a bocsáskának van egy ilyen furcsa dialógus, ha emlékeztek, ahol a bocsáska arról panaszkodik, hogy ő mindig nevetség tárgya, pedig neki vannak érzelmei, és akkor tulajdonképpen a, a cirkuszigazgató az lerendezi azzal, hogy de hát te egy bocsáska vagy, és a közönségnek az kell, hogy vicces legyél, és üssenek, és bot legyél. És el is jutottunk egy másik toposzhoz, ez pedig a, vagy szimbólumhoz inkább, ezt, ezt azért toposznak nem mondanám, mert, mert, talán nem annyira gyakran, meg evidensen kerül elő, mint például az álom, de mindenképpen egy fontos szimbólum a, a bohóc, mint a művésznek a szimbóluma. Hogyha belegondoltok, hogy a, hogy, hogy a bohóc is egy ilyen nagyon furcsa ellentmondásos figura, eleve van többféle bohóc, van a vidám bohóc, van a szomorú bohóc, de hogy ha például egy bohóc műsort látok, az egyfelől nagyon vicces, hiszen kacag rajta a közönség, de itt is az van, hogy nagyon sokszor kerül a bohóc megalázó helyzetbe. Nagyon sokszor ö, valószínűleg nagyon fáj neki az, amin mi történ, ami, amin mi nevetünk, tehát van valamiféle, kicsit azt lehetne mondani, hogy valamiféle kár öröm azon, ahogy, ahogy a bohócot kinevetjük. Szóval... Én például nem szeretem a bohócokat. Hát arról meg nem is beszélve, ugye például, mint a Stephen Kingnek az az című regénye, ahol van egy egészen hátborzongató Figura a bohóc, és van a, van a bohócnak egy ilyen hátborzongató jellege is, hiszen nem tudod, hogy mi van az állat mögött. Na, lényeg a lényeg, hogy a bohóc is egy nagyon komplex, nagyon összetett figura, ami nagyon jól alkalmas arra, hogy a művészt szimbolizálja. Hogy a művész is valamiféle állarcot mutat, szórakoztat, megnevettet. Van egy nagyon komoly tudás, ez még fontos, ez eddig nem hangzott el, hogy ahhoz, hogy valaki jó bohóc legyen, ahhoz nagyon sokáig kell tanulni, és nagyon kemény munkával kell kicsiszolni azt a vagy kell csiszolni azt a produkciót, amivel a közönség elé áll. Tehát a bohóc mögött van egy nagyon komoly mesterségbeli tudás, de mégiscsak kikacagják, és mégiscsak nagyon sokszor meg kell alázkodnia a színpadon ahhoz, hogy kielégítse a közönségnek az igényeit. És egy picit a művész élete is ilyen, hogy nagyon sokat dolgozik, nagyon sok energiát rak bele, de ugyanakkor nagyon ki van szolgáltatva a közönségnek, és nagyon sokszor kell olyasmit csinálni, amit szíve szerint nem csinálna, de ahhoz, hogy a, ahhoz, hogy a show menjen tovább, ahhoz meg kell tennie. Aztán nagyon régi szimbólum, nagyon régi toposz a hegedű, pontosabban a land ugye a novellában egy hegedű szerepel, a végén a, a, narrátor az végre el tudja játszani a hegedűjén azt a dallamot, amit eredetileg beszeretett volna mutatni a cirkuszban, és a hegedű kicsit áttétel a hét húrú lant, az egy nagyon régi, nagyon régi szimbólum, egy nagyon régi mitológiai motívum a művészetnek, elsősorban a költészetnek, de úgy általában véve a művészetnek is szimbóluma a, a lant és ezt a szimbólumot testesíti meg a hegedű, a maga lágy hangjaival. Ugye a, a, a hegedű az egy nagyon-nagyon érzelmes hangszer, és nem véletlen, hogy ennek a novellának a narrátora is hegedűn játszik. Tehát ez is egy fontos szimbólum a novellában. És előkerül még ugye a létra. A létra... A az első dolog, amivel találkozik, tehát ami, ami az első feladata, hogy megtanuljon fölmászni a, a létrán, ez a narrátor, ez is egy nagyon komplex szimbólum, itt hirtelen két dolog jut eszembe, vagy juthat eszünkbe, az egyik a teljesen hétköznapi használata a létrának, ami nagyon sokszor, ugye van is ilyen szavunk, hogy, hogy rang létra, vagy hogy fel, feljebb jutni a létrán, tehát hogyha valaki karriert épít, egyre feljebb jut, egyre elismertebb, ezt nagyon sokszor használjuk erre a, a, létra kifejezést, de ugyanakkor van egy nagyon erős ószövetségi bibliai jelentése is a létrának, ez pedig a Jákob lajtorjája, amely a földet és a mennyet köti össze, Ugye Jákobnak volt egy ilyen látomása, hogy egy hatalmas létrát látott, ami összekötötte a mennyet és a földet, és a létra, az angyalok leföl jártak rajta, és a létra tetején pedig ott ült maga az Isten. Tehát a létre is egy nagyon komplex szimbólum, pedig hát azt hinnénk, hogy egy, hogy egy hétköznapi használati tárgy. Na tehát hirtelen csak ennyi, ennyi szimbólumot ö, emeltem ki a novellából, de így is már megint nagyon elszaladt az idő. Tehát egy pár gondolatot még a végén mondanék arról, hogy mégis akkor hogyan érdemes értelmezni ezt a nagyon fura történetet, ezt a fura álmot. Milyennek a novellának az üzenete, ha úgy tetszik. Ugye azért is kerül ez elő 9. év elején, ahol a művészet meg az irodalom mibenlétéről tanulunk, mert nagyon jól jelképezi azt, hogy a művészeknek mennyire ellentmondásos az élete, mennyire ki vannak szolgáltatva, a közönségüknek, mennyire ki vannak szolgáltatva a piac igényeinek, a kiadóknak, annak az egész gépezetnek, ami a művészeti életet működteti. Ugye ennek a, ennek a megtestesítője a novellában a cirkuszigazgató. Tehát van egy ilyen általánosabb értelmezése ennek a novellának a művészlétről általában, de ugyanakkor, ha megnézitek Karintinak az életét, meg a karrierjét, akkor ez nagyon erősen illeszkedik abba Abba, abba, a gondolatsorba, amit Karinti több helyen is kifejt, amikor a saját művészetéről beszél, hogy, hogy hiába volt ő egy nagyon sikeres szerző, egy nagyon népszerű szerző volt, és anyagilag is tulajdonképpen nagyon jól megélt a, a műveiből, de azt a nagy művet, amiben igazán mélyen megmutathatta volna az, hogy benne mire ellik, azt ő soha nem tudta megírni. Vagy ha írt is ilyen filozófikusabb hangvételű szövegeket, azokkal nem aratott sikert. Tehát ez a, ez a novella Karintinnak egyfajta önelemzése, a saját karrierjének az értelmezése Ugye ő a krumplinak a hasonlatát használja arra, hogy hogy az ő művészetével is úgy bánnak az emberek, mint a krumplival, aminek nagyon sokáig csak a, a virágját, virágjával, meg a bogyójával foglalkoztak, és a gumójával, ami az igazán értékes része, azzal nem. És Karint is úgy látja, hogy, hogy a közönségnek csak a humoreszkjei, meg a humoros írásai ö, tetszenek, csak azzal foglalkoznak, de az igazán mély filozófikus szövegeivel nem tud siket aratni. És azért is jó még ez a novella, mert ha megnézitek, ugye ma a XXI. században, hogy hogyan működik a, a, a média, hogyan működik az influencer kultúra, akkor tulajdonképpen ugyan, ugyanezt látjuk, hogy, hogy ma már nem lehetsz művész anélkül, hogy bohócot ne csináljál magadból. Ugye, hogyha nem vagy fönn a közösségi oldalakon, hogyha nem posztolsz magadról pár naponta valami vicces, vagy megható, vagy egészen hétköznapi dolgot, akkor, akkor nagyon könnyen leírnak. És és ez kicsit, ez is olyan, mint a cirkusz, hogy, hogy, a, hogy az embernek el kell adnia magát, és bohóckodnia kell azért, hogy sikert arasson. Hát ennyi lett volna ez a rövid összefoglaló Karinti Cirkusz című novellájáról. Sziasztok!